Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban azoknál, akik egy hármas kapcsolatban élnek, vagy van valaki, aki tetszik neked, de ez az illető még egy párkapcsolatban van, tehát nem szabad. Ez a kivetés egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött nincsenek kártyák. Az azt jelenti, hogy ne beszélj a terveidről, vagy arra is utalhat, hogy titokzatos vagy, zárkózott vagy, nem beszélsz a terveidről. Itt ezek a kártyák szintén ezt jelentik. Mögötted ez a könyv utal a titkokra vagy a zárkózottságodra. Itt a koporsó jelenti a visszahúzódást, hogy nem beszélsz a terveidről, és ez így jó. Hiszen itt előtted van ez a korbács, és az azt jelenti, ha nyitott vagy, és elmondod azt, hogy mit, hogyan tervezel a jövőben, itt valaki meg akar bántani téged, vagy rossz irányba terel. Ez lehet egy barátság, egy barát vagy egy barátnő, de lehet egy kolléganő is, hiszen itt a horgony jelenti a munkahelyet, a hivatást. Ne beszélj a terveidről, mert ha így van, akkor itt lesznek nehézségek, korlátozások, erre utal ez a torony, és itt ez a fa jelent gyógyító erőt, vagy egészségügyi témákat. Természetesen ez lehet a hivatásod is, de ha elmondod a terveidet, és valaki megbánt téged, akkor biztos lehetsz abban, hogy ez a személy, vagy ez a helyzet betegít téged. A te lelki társad itt látható a képen. Utal a férfiakra is természetesen. Ti egy vonalban vagytok, az azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat kettőtök között. Sőt, ez a férfi gondol rád, hiszen megjelensz a feje fölött, megjelensz a gondolataiban. Itt van a szerelem, és a halak jelzik a belső értékeket. De a halak jelentik az anyagiakat is. Ő szeretné az anyagiakat is rendezni. Ez a kislány utalhat gyermekekre, és mivel a horgony jelenti a munkát, a hivatást, ez lehet egy terület, ahol gyermekekkel dolgozol. De ez a kislány jelenthet újdonságokat, vagy egy új kezdetet is, munkahelyi változásokat. Itt a virágcsokor jelent egy kreatív tevékenységet, vagy egy magáncég kialakítását, de ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés is, erre utal itt a levél. Ami a szerelmet illeti, a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, és a gyermek ezt a fiatalos kisugárzást. Mivel itt az ostor megjelenik, és valaki meg akar bántani téged, az lehet, hogy valaki irigy rád a külsőd miatt. Itt a medve jelenti az élet erődet, természetesen az övét is, és mivel a kasza elvág ebből valamit, eltávolít valamit, az előfordulhat, hogy november elején fáradtnak vagy kimerültnek érzitek magatokat. Ami a munkát illeti, akkor ez a medve lehet a főnök vagy a főnöknő is, és a kasza eltávolítja ezt a személyt, tehát eltávolodik a munkahelyről. De ez neked előnyös, hiszen ez a személy megbántott téged. Itt lesznek változások. Erre utalnak itt a gólyák, ez szerencsét hoz.
lezárul itt valami. Lezárulnak bizonyos dolgok, amire a torony utal. Tehát olyan helyzet, ami eddig téged így ebben a toronyban tartott, és úgy érezted, nem megy tovább, nem voltak változások, és kerestél egy kiutat, mint egy labirintusból, szerettél volna kilépni ebből a helyzetből, hiszen utal a korlátozásokra. De ez a torony, ez lehet egy hivatalos ügy is, vagy egy bírósági ügy. Ebben az esetben a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre. Itt vannak még titkok, vagy valaki eltitkol előled valamit. De lesznek változások, erre utalnak a gólyák, és itt ez a négy levelű lóhere a szerencsére utal. Itt az anyagiakról van szó, és mivel megjelenik a szerencse, ez lehet egy nyeremény is. Ez a kereszt jelenti a hitedet. Természetesen az övét is, hiszen megjelenik itt az ő gondolataiban. Vagy utal egy kármikus szerelemre, hiszen egy vonalban van a szívvel a szerelemmel. És az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött. És ez nem volt véletlen, ez a találkozás. Amit itt ez a kereszt még jelent, a döntések. Hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát jelenti a döntéseket. Ez a döntés szerencsét hoz, itt vannak a változások. Amit a fa jelenthet, a biztonság érzetét. Amikor úgy érzed, igen, ide érkeztem. Ez nyújtja ezt a biztonságot, ahol le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet ez a párkapcsolat is. Amit a fa még jelent, ugyanúgy, mint a kígyó, a gyógyító erő. És mivel itt a könyv jelentheti a te tudásodat, egy régi tudás, tehát a bölcsességedet, lehet, hogy ez a te hivatásod, és megvan nálad ez a gyógyító erő. Ez a kígyó lehet egy nő is, itt lezársz bizonyos kapcsolatokat, de lesz egy másik hölgy az életben, aki megváltoztat valamit nálad, és ez a kapcsolat szerencsét hoz. Mivel ő ebbe az irányba tekint, ez a hölgy lehet az ő felesége, vagy a partnernője, de itt lesznek változások, és ez a változás szerencsét hoz neked, itt lesznek fontos döntések. Mert ez a nő megismerkedik ezzel a férfivel, és lehet, hogy ő hozza ezeket a döntéseket, hiszen ez a férfi útban van hozzá, és itt az utak jelentik a döntéseket. Nála is, tehát ennél a nőnél, ennél a másik férfinál, mindkettő egy vonalban van az utakkal, de a te lelki társad szintén ebbe az irányba tekint, tehát ő is döntéseket fog hozni. És itt a gyűrű jelenti a házasságát, a ház, a családi kapcsolatokat, vagy az otthonát. Itt van a közelben a hamisság, és ez a hamisság egy vonalban van a kígyóval, tehát ez a nő becsapja őt, vagy megcsalja őt. Sőt, itt a lilium utal szexuális kapcsolatokra is, és itt kettőjük között kialakul ez a kapcsolat, ami számodra természetesen előnyös. Hiszen egy vonalban vagy ezzel a kereszttel, ami jelenti a hitedet, de a döntéseket is. Itt lesznek fontos beszélgetések, és tisztázódik valami. Ez a hegy jelenti a téli hónapokat is, az eltarthat a téli hónapokig, mire ez kiderül, mire ő, ez a férfi megtudja, és átlát ezen a helyzeten. Novemberben még valami átláthatatlan, de szerencsére itt megjelennek az egerek,
És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a felhőt, kisüt a nap, kiderül az igazság, a nap láthatóvá tesz valamit, itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és itt ez a park utal a nyilvánosságra. Itt megvan a szerencse, a hajó jelenti a reményeket, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat, de ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között mély érzelmekkel, ahogy a csillagképetben ez meg van írva. Mind az, ami eddig megbántott téged, az elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja, elvágja ezt a kártyát, elmúlnak ezek az emlékek, vagy rendezed ezeket a dolgokat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét november hónapban itt látható. Te állsz a középpontban, de ne beszélj a terveidről, légy kicsit óvatos, mert valaki meg akar bántani téged. Itt lesz egy új kezdet, ami a munkát, a hivatást illeti. A korlátozások itt lezáródnak, és itt megvan nálad a bölcsesség, vagy lehet egy továbbképzés is. Ha valaki beteg volt a családban, hiszen ez a fa utal egészségügyi témákra, és ez a torony jelenthet kórházat is, itt lesznek változások, a szerencse, és itt van a gyógyulás. Második hét november hónapban itt látható. Lesz egy kellemes meglepetés, egy jó hír. Az élet erő a bizonyos helyzetekben inkább úgy érzed, hogy fáradt vagy, kimerült, kell a nyugalom. Az anyagiak terén itt a szerencse, a nyeremény, lesznek változások, és ez a kígyó jelenthet mellékutakat, vagy egy hölgyet, vagy a gyógyító erőt. A kereszt, a hitedet, vagy egy spirituális területet, azon kívül utal fontos döntésekre is. Harmadik hét november hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, és szeret téged. Itt van a remény, egy utazás, egy lelki út, mély érzelmekkel, itt vannak a vágyak, az álmok, látható a szerencse, és a nap láthatóvá tesz valamit, jelenti a vonzó erőt kettőtök között. Az is lehet, hogy ez a férfi nyitottan beszél a szerelemről, az érzelmekről. Itt lesz a könnyűség, fontos beszélgetések. Nála vannak problémák, ami ezt a hölgyet illeti, mert ez a hölgy hamis vagy becsapja őt. Itt vannak a nehézségek, de lesznek változások, előre mennek az események. Utolsó hét november hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban, itt megjelenik a nyilvánosság, ez a kulcs jelenti a magabiztos fellépését, de azt is, hogy itt kinyílik számotokra egy új ajtó, egy új lehetőség. Mindaz, ami átláthatatlan volt eddig, azt eltávolítják az egerek. A gyűrű jelentheti a kapcsolatot kettőtök között, vagy azt is, hogy ez a férfi visszatér hozzád, ami a házasságát illeti és a családi kapcsolatokat, itt nála megjelenik a hamisság. Ő szeretné tisztázni a dolgokat, és az utak jelentik azt, hogy az utatok kereszteződik, tehát fogtok találkozni, vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi döntéseket hoz. De nem csak ő, hanem ez a hölgy is, hiszen ő megismerkedik valakivel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!